Kozma, Basti, Duma, Basti, Bulvár, Vegyka, Szárhegyek. Jó estét kívánunk! Jó estét kívánunk, hogy mindjárt magammal kezdjem. Kaptam nem is egy e-mailt arra nézvést, hogy kinek mi a vidám, hogy ki mind tud nevetni, az ugyebár szubjektív dolog. Egy kedves nézőnk, Andor Mário, aki Keszthelyen lakik, olyasfajta humorral rendelkezik, amely igen közel áll mondjuk az enyémhez. A Zalai Hírlapból küldött egy... Hát akkor nem is kéne felolvasni. Jó. A következő e-mail... Azon nem újjék. Figyelj, mert folyén lesz. Az biztos. Figyelünk nagyon, ott majd. Rákészülök. Andor Mário, Keszthely néz. Ja. Zalai Hírlapból ollózott ki egy cikket. A cikk a következőképpen hangzik, ezt akár, vagy akár műsoron kívül is megbeszélhetjük. Szóval. Virágcsokorral köszöntötte Tiszatenyőn Tordján József, a 110 esztendős SZJ-nét, az ország legidősebb állampolgárát, majd a miniszter a következőket mondotta, idézem. Ez csodálatos, jó néhány országgyűlési képviselő nincs ilyen erőben, szellemi frissességben, mint ön. Tréfálkozott Tordján József. Majd a cikk így folytatódik, Erzsi néni jó egészségnek és étvágynak örvend, bár nem lát és nagyot hal. Ennyit az országgyűlési képviselőkről. Tréfálkozott Erzsi néni. Tréfálkoztam én. A múlt heti hírünk... Nem lehetne, hogy Erzsi néni látogatja meg a 110 éves Tordján? De esetben mennyit kell még Erzsi néninek addig várnia? Igen. Hát azt a másfél évet ki tudja azért várni. A múlt heti hírünk, amelyre a kommentárokat vártuk, a következő volt. Harmadik alkalommal rendezik meg Kaposvárot a Mr. és Miss Zsaru országos testépítő és fitness bajnokságot. Surinya Endre Jugoszláviából nem kommentárt küldött, hanem megdorgált bennünket. Könnyű a Tordján meg a Viktor számlájára poénkodni. Ha viszont bodybuilder rendőrökről van szó, akkor a feladatot kiadjátok nekünk. Kösz. Unger Józsefné Budapestről érdekesen reagált a hírre. Kicsit skandálom, mert észrevettem, hogy van benne belső ritmika. Szépségversenyt rendezett a fegyveres testület, ahol a győztes rendőrnő egy kellemes testű lett. Két játékos. Egyébként néztétek? Nagyon csinosak volt, nem néztétek? Baromi jó nők voltak. Engem még ez az egyenruha még egy kicsit stimulál is. Két játékosunk heti hetes kazettát nyert. Gyurmosz nevű nézőnk e-mailben a következőket írta. Tisztelt heti hetes, legutóbbi adásukban szó volt az autóalkatrészek nevét viselő gyermekekről. Véleményem szerint a Kovács karburátor, nagy hengerfej és kis kilincs sorozatba esetleg beleférne az Orbán kormány is. És végül Gino és Csaba nagylelkű felajánlását szeretném megosztani kedves minnyájukkal. Tisztelt heti hetes! A Victoria Panzió nevében ezennel felajánlunk kiszállítással együtt napi háromszori étkezést Havas Henrik részére, abban az esetben, ha Grespik lehülyézéséért leültetnék. Verebesnek üzenjük, hogy fogja be a pofáját, mert annyira jól nem állunk, hogy két személy részére tudnánk biztosítani. Ezt a szolgáltatást. Megfelelszük a Henrikkel a szolgáltatást. Mai vendégeink Bajor Imre. Dallölgyi János. Mélykuti Ilona. Verebes István! Havas Henrik! És Farkasházi Tivada! Azzal fejezte be, hogy az lenne a legjobb, ha a kisgazda frakció felállna és elénekelné a székely himnuszt.
Hát ugye Csurka azt mondta a Tornyára, hogy szemérmetlenül hazudik, és a cikk címe, hogy Csurka István és Tornyán József pengeváltás. Úgy elgondoltam, hogyha ez mindez a 19. században történik, ugye a 70-es években, és azt mondja a Csurka, hogy szemérmetlen az, azt mondja, a Tornyán kihívlak párbajra. És innentől kezdve már gyönyörű mese. Reggel találkoznak a Dunaparton, köd. Olyan együttes találat nincsen? De van, de van. Elmondta a Csőcs, hogy egy golyó se veszik kárba. Nem úgy mondom, a Csurka és a Tornyán az egy pár baj. Ebből tanulhatok, mert a Csurkának ebben az utolsó 10 évben valahogy, szóval ezt mondjuk egy nagyon ízléstelen mondat, bár én örülök, hogy nyírják egymást, de marginálisan vált a humora. Ebből lehet tanulni, hogy a diktatúrában finomodik az ember humora, a demokráciában pedig züllik. Én nem szeretem a nevekkel való viccelődést, de hogy most mondta a Csurka, hogy ezt a Székely himnuszt énekeljék el, hogy tudjátok-e, hogy ez az Agár Innovációs Közhasznú Társaságnak a vezetőjét, hogy hívják, aki állítólag 44 millió forintot adtak a Fradinak valami, nem tudom milyen rendezvényre, amit meg se tartottak, mert Székely Péternek hívják. Úgyhogy ez most... Ez egy maroknyi Székely, hidd el nekem! Csokonya Visontára meg 9 milliót adtak, ugyanez az Agrár Innovációs Közhasznú Társaság, egy olyan rendezvényre, ami 390 ezer forintba került. Az nem igaz, mert én fölléptem ott. Az több volt annak. Igázia több volt. Van róla a dokumentumod? Hogy? Van róla a dokumentumod? Nem, már elköltöttem, bútort vettem rá. De itt egyébként az elnök úr válasza volt szép, amikor megkérdezték tőle a parlamentbe, hogy hogy lehet arra 9 milliót utalni, és csak 390-et plusz a Bajor Gázsia kifizetni rá. Azt mondta, hogy ez egy olyan hiánypótló előadás volt ez az innováció a mezőgazdaságban, amire Csokonya Visonta lakói már 40 éve vártak. Csurka István a holland farmerek betelepítését cáfoló Tordján Józsefnek azt mondta a parlamentben, hogy ennyire primitíven a szemünkbe hazudni még a bolsevikok sem mertek. Felvetésére nem kért választ Tordjántól, mert ismeri az elmebetegségnek azokat a tünetmondatait, amelyek következnek. Tette hozzá Csurka. A miniszter válaszában ajánlotta, hogy a marha azonosító mellett a marha önazonosítót is be kellene vetni. Mind a kettőnek igaza van. Tessék, én betelefonálok. Jó napot kívánok. Marha önazonosító? Te veszed fel a kagy. Ön az? Azon bambultam, hogy azért ez már színvonal, nem? Ez már Európa. Melyikre gondolsz érdekes? Amit ezek, a nevüket nem mondanám ki, de... Várjál, ezek mondanám. Egy oldalon állnak. De én mondtak egy finomat is, a Lentner Csabára meg azt mondta, hogy lehet, hogy ő megkapta azt a kerge marhakort, amely mostában már disznókat is megtámad. Most képzeld, ezek ezt gondolják, nem, ezt mondják egymásról, mit gondolhatnak? Mi? Ő tudja, hogy kikkel szövetkezett össze? Tudja? Én nem tudom, Pista, de te nagyon nagy bajba lennél. Képzel, egyszer véletlenül egy másik helyre ülni és fölnéznél a Mátyás királyra, véged lenne azért, nem? Teddy mögött ugyanis ő. De ez a Mátyás király dicséretére lenne mondva. Szó szerint. Orbán Viktor a Székely üggyel kapcsolatban azt mondta, hogy maga a tény szomorúsággal tölti el. Hozzátette, hogy a történetek újra azt igazolják, hogy a magyarországi bűnüldöző szervek pártatlanok. Ha a kis gazda képviselőkről van szó. Illetve pártatlanok, csak a bűnözők pártosak. Ahhoz, hogy én nem egy... Ez lassan esett, de nem vagyok. Ő szomorú egy esettől, ahhoz, hogy én ne legyek szomorú, még legalább 2 célszemét meg kéne találni abból a 600-ból, aki még van. De ez az egy Székelyhez. Egy, még 2. Egy törököt, meg egy tótot. Rábízom. Kézzel, hogy örülne neki a Viktor, ha megtalálnák őket, mi? Egyébként meg ezt a hírt olvastam, hogy Orbán Viktor boldog, és a történtek újra azt igazolják, hogy a magyarországi bűnöldöző szervek pártatlanok, akkor már tudtam, hogy heteken belül kapunk a postaládánkba egy füzetet, aminek az lesz a címe,
hogy beszámoló a magyarországi bűnüldöző szervek pártatlanságáról. Én még az előző kettőt sem kaptam meg, még mindig csak a sem. Az Orbán Viktor szomorúságáról a Ferenc József nem nagyon szívelte Ferenc Ferdinándot, és mikor megkapta a táviratot, este már lefeküdt, hogy Ferenc Ferdinándot Szarajevóba egy kicsit agyon lőtték, akkor azt mondta, hogy elgondolkod a holnap reggel, milyen szomorú leszek. Amúgy gyerekek, hát lopni azért tudni kell. Ügyes voltál nagyon. Ez kész átverés az egész. Az egészből nem maradjon meg semmi, csak az, hogy a Farkasházi lopós. Kész. A többi nem érdekel. Hát vége úgyis az lesz. Tudjátok, milyen ismert vagyok? Mikor vittek el a Palik hátra, ezt nem rögzítették, azért mesélem el, akkor az egyik mondja a másnak azt, hogy te hallottad, hogy mi történt a Farkasházban? Az ki az? Azt mondja, nem ismered? A beszerzésen dolgozik. Nyolc megyei főügyészt és fővárosi főügyészt is felmentett Polt Péter legfőbb ügyész. Bócz Endre lényegében egyetértett saját felmentésével, mint mondta, 63 évesen nem lehet elkezdeni az ügyészség megreformálását. Nem pontos a hír szerintem. Mi ezt nem így szoktuk meg, ezt így szokták mondani, hogy érdemei elismerése mellett saját kérésére felmentették. Így ráismerek, így tudok, igen. Főbe lőtték, azt tehát is lehet ő az mondani. Első, aki egyetértett saját felmentésével. Én még ilyet nem is hallottam. Hogy saját kérésére egyetért? Nem, hogy nem, egyetértette fel saját felmentésre. Köhögni kezdenek, szívinfarktust kapnak. Ez meg egyet, egészségesen. Jár a lukásban. Én szerintem ránézett a Polt Péterre, és egyből egyetértett vele. Két hónapja mentem alperesként a Markó utcába, és a körúton vettem újságot, és akkor láttam, hogy a Bócz megy előttem. Én nem ismertem, de gondoltam, megismerkedünk. Szaporáztam léptémet, mellé mentem, és elkezdtünk beszélgetni, és akkor odajöttünk a Markó... Mit ki vagy? A beszerzésről, a Farkasháziát. Rögtön tudta ki az. Hát, Szedinek minden héten van egy ügyát, a Bócz úgy ismeri őt, mint a tenyerét. Bócz már megfogta a zsebét szerintem, mikor tudta, és hogy... És a Nagy Ignác utcára rákanyoltunk a Markó utcára, mondtam, jó lenne szétlen, hogy ne lássanak minket együtt. Azt mondja, mi magának baja lesz bőle? Nem, hát én magára gondoltam. Aztán nekem már mindegy. Miért kell mindig egy új vezető, az miért akar mindig reformokat bevezetni? Miért nem lehet folytatni valamit? Mindig azon, most a Polt Péter elkezd reformokat csinálni. Két éve van rá, 2003-ban kineveznek egy új főügyészt, akkor az megint újra, az mindig át kell, miért nem lehet olyat, hogy valami azt mondja, ezt most folytatom jobban. Ilyen nincs. Nem, de hát az egész lépcsapt ilyen 10 éve, hát az összes kormányváltásnál újra kezdik. Azt megszüntetik, mindegy, hogy rossz volt vagy jó volt, és újra kezdik. Hát a Polt is újra kezdik. Ha újat kezdek, akkor vért, könnyeket, szenvedést ígérhetek, és semmi mást. Hogyha folytatom, akkor előbb-utóbb sikert kellene prezentálni, nem? Nyolc, 10 nevet húzott ki a hadsereg új vezetőségének névsorából Orbán Viktor miniszterelnök és Szabó János honvédelmi miniszter. A kormányfő bizalmáról biztosította a minisztert, és kijelentette, hogy a haderőreformot azokkal szeretné befejezni, akikkel elkezdte. Vagy elírták és lefejezni? Az 12 tábornokot kihúzott, most azt nem tudom, hogy hogy csendis, fölírta a neveket, és akkor így kihúzott 12-t, vagy hol? Nem, úgy, mint a Napóleon, így. De ez megint olyan csúnyán van megfogalmazva, mennyire szebben hangzana, azt mondanák, Orbán Viktor 12 tábornokot nevezett ki őrmesterré. De milyen, elmérte, milyen haderőreform, hogy veszünk még egy mozsár ágyút, vagy mi? Hova lehet még eljutni, érted, hogy milyen reform? Egy kövér Bertát. Meg se hallottam. Biztosítani, hogy a következő háborút is biztosan elveszítsük. Nekem azt tetszett a cikkben egyébként, hogy később oda van írva, hogy életvezetési problémák miatt nem lehettek ők tábornokok. Szerintetek milyen életvezetési problémák? Későn menne aludni, mint vagy? A bajon. És az mikor volt eddig akadály? Rosszul esett. Vagy mert a tábornokok le vannak szarva, de hogy én iszom, azért az nagyon fájt már. Ne haragudjál már. Mit szóltatok ahhoz, hogy Toma András kinevezték főtörzsőmesterét? Én ittam rá egyet, biztosan! Hú,
Amúgy megőrültem, te. Nálunk nagy ünnepség volt otthon. Kutyák is be voltak nyomva. Minden kutyát kineveztem örmesternek. Nem érdekel, lesz, ami lesz, azért. Csak azt akartam mondani, hogy szegény kapott hozzá 3 dokumentumot. Gang Shung, kaliforniai kutató, olyan zoknit fejlesztett ki, amely elfojtja a lábszagot. Kálló. Én meg most is szoktam, de hát... Az én apám 60 évvel ezelőtt föltalálta a szappant. Minek ez? Én megismerek olyan lábszagot, ami elfojtja a zoknit. Én azon gondolkodtam ezt a hírt olvasva, bocsánat, hogy hány pár zoknit kellene küldeni a parlamentbe, hogy ott jobbak legyenek a légkörű viszonyok. Akkor már inkább kalapot. Milyen kalapot. Jó egyébként. Nem, mert fejétől fűzni. Milyen jó, hogy a pénznek nincs szaga. Mekkora zoknikat kellene most csinálni különböző embereknek? Miért? Ugyanott... A pénznek is van szaga, mert mossák, nem? Látszaga van? De ez a Gang Shung minden inkább a puszta szőlősi gázkitörés folytja el. Az... az a most jobban. Az is büdös, nem? Még na de kevésbé. Aha. Tényleg? Persze. És a Dajs Tamás még mindig nem látta, mi? Őrzik a lángot addig, amíg odaér. Most egyébként bemondta az Inforádió, tudjátok, ez az új hírrádió, hogy lehet, hogy a Dajcs is lemond. Nem lét. Miről? De. Azon gondolkodom, hogy... Akkor szólj, amikor biztos. Azon gondolkodom, hogy mi lesz vajon belőle ezek után, ha már nem lesz miniszter, kinek mi a ki? Családügyi rámegy a családügyre szerintem. Ez az én személyes történetem, és ugyanakkor az elmúlt évek Oroszországának a története, mondja Jelcin most megjelent memoáriáról. Akkor rosszul olvastad. Ez az én személyes történetem. Olvasd úgy, ahogy írva van. Így vannak a betűk, mi? A címe Elnöki maraton. Jelcin beszámol alkoholral való küzdelméről. Maraton! Ez, aki egy lépés nem tudott, hogy mehet ő. Hát az a maraton. Hát ez neki már hosszú táv volt. Jelcin beszámol alkoholral való küzdelméről is. Ha most valaki nem megszólít, megölöm. Most kihirdetem. Mit? A kettőjük küzdelméből gyert az alkohol. Korán felismertem, hogy az alkohol a leggyorsabb út, hogy megszabaduljak a stressztől. Álljunk meg itt, szóval azért 8 év alatt jött rá fejlődj a bajon, egy telefonnal megmondtad volna neki. De? Nem kell, én értem a viccet, Henry. A bajon nem stressz. Sokáig te se leszel a gyuntus, drága szívem. Hogy lehet ez a szegény Jelci, hogy az elődjérő vodkát neveztek el, az utódáró Gorbacsov, Putyin vodka, hogy a te haverod a Gorbacsov, és akkor ott áll a Jelcin. Nem tudom, róla is állítólag igen? Van vodka, igen. Állítólag azt nem tudták ellevezni, megitta az egész. Mielőtt ellevezték? Mielőtt ellevezték. Jó, egy detoxikáló. Tényleg egy vodka, az üres a póc, nincs mit ellevezni. Norvégiában 10 000 koronás szextelefon számlát kapott egy 80 éves siketnéma asszony. Az idős hölgynek egyébként nincs is telefonja. Hát ezt legyetek szívesek, játsszátok el. Legyél a telefon, ő lesz a telefon, vedd föl. Legyen majd a nő, nem telefon. Jó, nincs telefonom, nem tudlak fölvenni. Én vagyok, te akarsz nő lenni? Annyit voltam. Jó van. Fel, tessék, leszek nő. Felhúztalak, pici fiú, felhúztalak. Érzed, amit én, pici fiú, érzed? Érzed? Mi? Ott vagy már, véged? Véged van? Véged van? Japán telefonom van, látom, hogy mit írsz. Bakis vagyok. Ez azt jelentette, mert jeleltem. Igen. Hogy bontott a vonalam. Úgyis tiltakozni fognak a süketnémák, de
Én hallottam egyszer egy ilyen rossz beszédű fiatalember, nem sportriporter, hanem ilyen... Születette rossz beszédű, bement egy gyógyszertárba, azt mondta... Azt mondta, gyógyszerész, ne haragudjon, azt mondta, Imre maga oroszos volt, kérdezzem, hogy mit akar. Nem érti ezt, a Lajos meg a franciául beszél, Havasárik meg nincs itt, hát mindegy. Veszünk be, hogy ugyanúgy van egy pali kint a raktárba, azt mondta, Pista, jöjjön már, kérdezzem meg a sorstársát. Mit akar, mi van? Adjálom, ennyi. Kimegy be. Tessék! Pista, Isten szerint mit adott neki? Mit adtam volna? Adtam, hogy ennyi. Na, beszéljünk másról. Ezt ne csinál tovább, mert a Crespik magára veszi. Kunce Gábor a héten tárgyal két éves költségvetést. De az van írva, hogy költségverést. Rosszul van az írva. Segítsen. A héten tárgyalt két éves. Tárgyalt. Egy mondatban kételgépel, és után már nem tudom felolvasni. Kunce Gábor az átverés költségvetésének nevezte a héten tárgyalt két éves költségvetést, mivel szerint... No. Ja, mondja, javja! Mivel szerintem ugyanúgy alávesül az infláció, ahogy az idén történt. Német Miklós is pimaszul alátervezetnek tartja. Mikor lesz tornaóra? Kérem. De ezt most elmondom, hogy mi volt eredetileg. Kunce Gábor a héten tárgyal két éves költségverést az átverés költségvetésének nevezte. Nekem ide ezt hiányzik egy két T. Igen, tárgyal. Ott egy T betű hiányzik, és a költségverés az viszont volna a híreket. Henrik, nem mennétek fel a jágsót is? De miért? Jákson már tanított, én úgy hallottam. Tudod, van ilyen osztály, hogy mínusz egy. Mit csináljak nekem? Van diplomám, én már nem tudok olvasni. Hát ez nem volt benne. Csiszár is így kezdte, hogy jól halad a diploma fele. Egy 8 éve van. Hát... Arra a kettőre, amit el kéne. Ez a hír. Most már úgy elrontottad a hírt, hogy ehhez már nincs mit. Jó. Menesztették a Környezetgazdálkodási Intézet vezetőit, akik évi 70 millióért béreltek maguknak egy püspöki rezidenciának épített, freskókkal teli palotát. 700 ezerért vettek bele zongorát, és rendszeresen több százezres, sőt egymilliós költségvetésű rendezvényeket tartottak benne. Előre a szép környezetért. Olyan, amik nem hallottatok? Hát most na is. Akkor mi van? Hát az Ilonánál volt a... aligazgató azt mondta, hogy a freskókat nem ők festették, gondolom a Stadler festette, nem? Vagy egy Michelangelo kisgazda. És állandóan azt mondta magának, hogy sztendereztetés volt. Igen, ezt kétszer is mondta, hogy sztender, és sokáig gondolkoztam, hogy mit akar ezzel mondani. És rájöttem, hogy alkotott egy új magyar szót, mikor azt mondta, hogy megsztendereztetük. A szkanderezni és a tenderezni szóból megalkotta a sztendereznit, ami a mai magyar közélete jellemző. Leszkanderoztuk a tendert. Annyit mondanék, hogy 70 millió forint az egy vidéki színház egy éves teljes tárca támogatása. Tehát a minisztériumi támogatása egy vidéki színháznak, ebből körülbelül 100-130 család él. De István, ez is egy vidéki színház, nem? Nem, én ebben most semmi. Cirkusz. Hát az igazgató kérlek szépen azelőtt autószalonos volt, a helyettese fakereskedő. Ő pedig hát énektanár meg igazgató volt, már a Szív utcában találkoztunk vele. Most jelent meg egyébként CD-je, szeretlek, szép Szűz Mária címmel. Mária Remetén ott abban a templomban szokott kornyikálni, ahol... De én azért vagyok csak, mert ez nem... Várjál csak, a CD-nek az az érdekessége, hogy azt a Pázvány Péter Kft. Adta ki, aki nála takarított. Hát ki takarítson, akár a Havasnál is, nála meg az Einstein szokott takarítani. Pázmány Péter Kft. 1.400.000-ért, ugye? Vagy 1.200.000-ért havonta? De gyerekek, ez a mi pénzünk, hát az, hogy libériás inasok szolgálták fel az ínyelsz halatokat. Az a nagyobb hát ez nem, hát a miénk is. Komoly, ez olyan, semmihez nem értő segédmunkás, 95.000 forintot kapott. Mennyit kapott? Nem sül le a pepóljuk. 95.000.
Én szerda este olvastam, és olyan pipa lettem, hogy kizavartam a cselédséget. Menjenek aludni, és aztán... Az olasz Prada divatház tavaszi-nyári kollekciójának bemutatóját a francia kommunista párt székházában tartotta. A bérleti díjat a felek üzleti titokként kezelik. Lehetne itt is a székházakban. Na várjál, azt mondtad, hogy lehetne. Tessék, nézzétek meg, mit hoztam. Például 1900 a köztársaság például lehetnek 70-es divat bemutató, 970-es divat. De mi? Pufajka, svejci, sapka? Nem, 70-es évek. Kisgazdák a 910-es éveknek a divatját, mindegyik megkapná. Mi épp a 40-es évek elejét. Azt szeretném, ha Fidesz bemutatná 2002-es kabát divatot. Az milyen lesz? Vagy megnéznénk őket mentében. A kisgazdákat meg sújtással. Most reklámozunk, egy egész pici szokta volt mondani, hogy ne menjenek sehová, lehet menni, csak jöjjenek vissza. Mindjárt folytatjuk. Csókolom, jó estét kívánok, ha még nem találkoztunk, úgy egyébként pedig örülök, hogy visszajöttek. Folytassuk. Németh Miklós ex-kormányfő kívánatosnak tartaná, hogy novemberben teljesen új pártelnökséget válasszon az MSZP. Azt is elképzelhetőnek tartja, hogy a párt élén nő álljon. Németh Miklósné. Lehet, hogy ez is elírás, és a párt élén ő álljon. Nő. Hát már lehúztam a zenbetűt. Nő, nem ő, nő. Már 15 elnökséget olvastam eddig. Ez olyan, mint Ausztráliában az emigránsok, hogy állandóan előléptették egymást. Nem a háború után a katonatisztek. Az a kivégző osztag, lépjen elő. Nem maguk kéne, mikor megválasztották őt? Ellopsz, mit tudom én, 200-300 dokumentumot, akkor kinevezheted népjólétinek, mert ő már jól van akkor. Demszky Gábor bejelentette, hogy indul az SDS elnökségéért, és 2002-ben... Mit akar a Demszky, ha Havas már célegyenesben van? Ebben a kis 6%-os szarával. Na, mindegy. A Harrynek hány százaléka van? 98. Ez a kapa, hetméletes, erre kell felhasználni. Kedves nézők, küldjenek szavazatokat a Havas kormányra. Már most. És összegyűjtjük. De akkor az lesz a nevük, hogy Heti Havas. Hát ha a 10 millió ember közül 6 millió azt mondja, hogy tényleg legyen a Havas. És akkor behozzuk. Bizony, nagyon szép százaléka van. Én ahogy néztem a homlokát, 38-6. Már egy szép. Tehát mit fog csinálni? Mit mond majd össze-vissza? Hetet? Havat? Demszky Gábor bejelentette, hogy tudom, indul... Ahogy viselkedik, komolyan. Már így jött le, figyelj. De azt tudod, hogy a Gábor is ellökte a kezemet? Már nem beszél velem, már ő sportügyi vagy. Na, na. Valami. És ifjúságügyi. A Gábor futni még nem tud, de már pedofil. Ez a nagy dolog. Én tényleg szeretem a gyerekeket. Demszky Gábor bejelentette. Hagyjam, hogy eljátszok a gondolattal. Jó, meg voltam kész. Nehogy azt mondta, hogy szeretem a szocit. Athénbe már kimehetnél. Athénbe. Kikísérhetnél az olimpiára. Hát megyünk is, már megvan a jegy, Harry. Csak nem akartam ezeket. Na, tényleg, mibe indulnál? A Harry képülje kérdéseket. Mi van, Szabó? Vittek be a Demszkyt. Miért itt van, vagy mi? Láttak már sárga papír zsebkendőt? Mert ilyen a világban is. Sárga, kifejezetten neki csinálta. A habcigyár neki csinálta. Fehér volt. Kínai papír zsebkendő. Milyen szép dolog, hogy az ország nyilvánossága előtt betegszem meg. Még amikor leültem, semmi bajom nem volt.
Szegény Széke is így kezdte. De ő még nem ült le. Föl sem vettem azt. Demszky Gábor bejelentette, hogy indul az SZDSZ elnökségért, és 2000... Most már minek, nem? És 2002-ben le akarja győzni Orbán Viktor. Havas Henriket talán, nem? Az általa elképzelt SZDSZ viszont nem csak a Fideszt akarja leváltani, hanem az MSZP-ről is le akar válni. Felolvastam! Komolyan, 40 percbe tartott, hogy felolvassam, és akkor most semmit nyom? Hát most már teljesen érdektelen, úgyhogy teljesen. Jó. Így vesztik el a aktualitásukat a hírek. Egy pillanat alatt. Ennyi volt, kész. Jó. Tegnap még hír volt, most Henrik bejött, már ne. Ezt a rohadt pénzt mikor fogom megkapni? Hogy előre, még két év, majdnem másfél év. De István is, ha a Demszky többet fizet, mint a Havas? Havastól jobban, szívesebben fogadom el. De ezek nem adnak, ezek elosztják maguk között. A parlamentben nem hivatalos tárgyalásokat folytatott a Dalai Láma Orbán Viktorral. Mert én nem értem rá. A pápa megvolt, Dalai Láma megvolt, már csak iráni főajatollal, meg a jeruzsálemi főrabbi hiányzik a brancsban, azokkal még nem találkozott. Meg a moszkvai metropolita, csak metrót nem szereti. Ez a négyes metropolitát kérdezik. Azt láttátok, hogy a Dalai Láma narancsszínű ruhában volt? Igen, és Orbán Viktor szeméről megjegyezte, hogy láma tiéd sötétkék, nem? Mostantól azért szeretném, ha amikor bejövök, akkor felállnátok. Mutasd meg, hogy kell, De én nem állok majd föl, csak hogy nem. A többiek, hogy nem, ne tegeződjünk velük, jó? Jó? Nem haragszok. Nem haragszik, Imre. Jó? Úgy civilben lehet, de így nem szeretem. Akkor az a jövő heti ebéd is elmarad? El. Hát, lemagázom a húslevest, ha akarok. Tiszteletem, Újházi úr. Hát, Orbán Viktor az olimpikonok kitüntetéseinek átadásakor kijelentette, hogy Magyarország megérett arra, hogy nyári olimpiát rendezzen. És erről érdemes komolyan gondolkodni. Hölgyem, uraim! Kérem, 10 másodpercig gondolkodjunk komolyan. A 2012-es olimpia az első, amelyre pályázatot lehet benyújtani. Csak a pályázat költsége 5-6 millió dollár. Orbán Viktor már a 3000. évi billetcentráriumot, és azt is tervezik, hogy a következő évezredben hogy fogunk átmenni. De egy pillanat, most nem azért mondom, de az elsősége a miénk, már a hócipő 91-ben már megcsinálta a budapesti olimpia terveit, milléniumi faluval, meg zsupsztetős Dunahíddal, ahonnan lehet nézni a vízipóló meccseket. Nem emlék? Csak a Duna akkora, hogy meg lehessen benne rendezni. Zsupsztetős. Igen, és az élmunkás itt helyén élsportoló hidat csinálunk, és 5 pálya lesz egymás fölött, mert akkor csak a legfelső ázik be. Hallottad, mit volt a farkasházinak? Adja ide, fiam! Ez a tónus nálunk, de... Bocsáss meg, Henrik, eltüntethetjük a farkasházit is, ha ez mondjuk kompromitáló. Addig felolvasok, ha megengeditek egy e-mailt, amit a Jáksónak meg nekünk küldtek. Azért én olvasom föl, mert én föl is tudom olvasni. Kedves Laci, könyörgöm, segítsetek! Ma arra ébredtem, hogy meg akarjuk pályázni az olimpia rendezési jogát, és hogy nagyon szorít a zubbonyom, és hátrakötött kézzel is tudok e-mailt írni. Ma megint nem kaptam meg a narancssárga kis tablettákat, akkor most pontosan mi is a bajom? Ha mostantól minden egyes állampolgár 25 forintot minden nap
betesz egy kasszába, akkor meg lehet csinálni. Azt, valaki azt mondta. Csak útközben el nem lopják. Ellopják. Először is ugye a 60 millió az enyém. Tehát az... abban megegyeztünk. De egyébként most már ott van az illetékes. Miniszter úr, akarunk mi olimpiát? Nem akarunk olimpiát. Akkor nem. Te spóljügyi miniszter vagy. Ne, én nem akarok. Miért? Azért, mert az előző akar. Kormány akar. Igen, igen. Én így egy marhaság, különben kitűnő ötlet. De én hatalomra jutok, nem lesz. Most figyeljétek. Én akarok olimpiát. Akkor lesz is? Igen, tehát hogy mondjam, az a hír, hogy mit tudom, 2008-ban lesz, ez nem igaz. 2012-ben már lehet. Na de elkészült az épületek fele, azokkal most mi lesz? Én nem nézzé, én beosztott színész vagyok, ti vagytok a minisztere. Imre, mondjam meg neki, adja be írásba a kérdését, jó? Beadja ő neked máshogy is, nem arról van. Na és ilyenkor nehéz helyzetben mit hozunk létre? Egy bizottságot. Én leszek az elnök. Ha szabad, hát miniszterelnök, nem... Te leszel az elnök. Bevegyem magát, Imre. Vegyem be. Vagy vegyem be. Hogy érkeznek ide, mondjuk például a látogatók? Szóval melyik az a repülőtér, amelyik... Nem, szekérem fognak jönni. Ja, jó. Árvapetákot megtartom. Hintón jönnek. Hintón, bocsánat, arra gondoltam. Az, azért kezdett el dolgozni már előreláthatóan az Árvapeták Kft. Nyilván. Zongorát veszünk? Stemvaj, Stemvaj, föl van nekem írva. Majd a kedves feleséget megkérem Farkasház, hogy tegye rend, ő ért hozzá. Ők ezt nem tudják, de mi tudjuk. Arra cízott, hogy hegedű készít a feleségem. Igen. Na de hát abszolút hallása van. És Gábögyi kolléga még mit tervezik? Kolléga, figyeli Imre, figyeli? Már kolléga. És még mit tervezik? Például. Én például el tudnék képzelni egy űrrepülőteret. Űrsiklóval. Én na most tenger alatt járó bázist. Ezekhez hozzákezdtünk már múlt héten, mert mi már erről beszéltünk. Mit szólnának a magyar tengeri hal konzerv készítés fölvirágoztatásával? Na megyetek egy tengert, mit szarakodtok itt? Vagy besózzuk a Balatont. Én csak a tapsot szerettem volna ebből meghallani, nem ezt a kaján röhögést. Ja tényleg, miniszter, önről egy csomó kompromitáló dokumentum előkerült, mindenféle műsorok. És mi a probléma van? Én egy olyan darabban játszott a miniszter úr a Tália Színházban, amely a Leninről szólt, bolsevik, szovjet darab. Egyik főszerepet játszott. De Trotszki volt, nem? Nem, nem mondták akkor meg, hogy az Leninről szól. Ez később derült csak ki. Hát én nem mit hitt a miniszter úr? Hogy? Mit hitt, hogy kiről szól? Hitlernek játszotta eredetileg. Azt hiszem, a szovjet Mikulásról szól? Az... Ez eredetileg volt egy darab. Hívni, hogy Lenin? Hogy az volt, hogy égszínkék lovak, vörösül, valóban a Leninről szólt. És van Dargai Attila, a világ legédesebb rajzfilmrendezője, a Bukkot, meg mindent ő rendezett, és eljött megnézni. A feleségével leültek, és azt hitték valami mesejáték. Hát égszínkék lovak, vörös hűvön, és bejött a Szamógyusz, azt mondja, jó estét, Vladimir Ilyich Lenin vagyok, és ezek elájultak. A sarkadi kapitányság közrendvédelmi osztályvezetője egy eljegyzésről tartott hazafelé, amikor egy kanyarban kisodródott a kocsija, és csak traktor segítségével tudták talpra állítani. Ezután telefonon kereste helyettesét, hogy vállalja magára a balesetet. A gyulai helyszínelőknek már ezt a verziót adták elő. A két rendőr később elismerte a cserét, de tagadták, hogy az osztályvezető egy mulatságról tartott volna hazafelé. Valójában a körzeti megbízottakat ment ellenőrizni, csak pánikba esett. Hát ha valaki olyan részek, hogy csak traktorral lehet felállítani, hát akkor persze egy pánikba esni. Jobban tudjátok, Henrik, Ilona. Volt már olyan az elmúlt 10 évben, hogy egy ember azt mondta, azt mondtad napkeltében, hogy azt beszélik, vagy úgy tűnik, vagy bizonyítottnak látszik, hogy ön ezt és ezt elkövette, vagy ez és ez van, és azt mondta Pali, igen. Megtévedtem valóban, berúgtam, beestem az árokba. Megszédültem, elvettem azt a pénzt. Volt már ilyen? Csak pánikba esettem állokba. 10 év alatt,
egyszer volt egy ember, aki azt mondta, hogy igen, én vétettem. Csak magamra emlékszem, velem volt. De tényleg volt. Ezt álmodtad, Henrik, te ilyet nem de mondhattál. De ki kérdezett most rólad? Hogy hát rosszul rólam. Vezettél valamit? Hanem, hogy más emberek. Téged nem érdekel a volt a jövő miniszterelnökének a múltja? Nem, a halált nem, hogy vágjam le a kezemet három fele. Hogy ne érdekelne? Csak az érdekel. Adásban mondtad ezt, vagy? Adásban. Ő belemondja ezeknek, nem én. Egyen meg a drága szívedet, miniszterelnök. Mi a baj ez? Egyszer például a Gálvölgyi kolléga is megdicsérte egy kollégáját, nem? Ilyenre nem emlékszem, de... Ilyenre én sem. De mostantól kezdve így emlékszünk. Igen, így volt. Így volt. Csak a névre nem emlékszem, de majd megkapom. Késő van már. Én azt mondom, 3 hetente találkozunk. E heti feladványunk, amelyre kommentárjaikat várjuk, a következő. Érez. A brazil parlament döntése szerint hamarosan megkezdik a labdarúgó klubok gazdasági ellenőrzését. A politikusok szerint az egyesületek szabálytalanul gazdálkodnak. Többféleképpen is lehet kommentálni a híreket, és többféleképpen lehet ráadásul jegyet is rendelni. Van nekünk egy telefonszámunk 061-203-0253, levélcím 1119 Budapest Sopron út 40, és van egy e-mail címünk is, hogy ne lenne heti.hetes@rtlklub.hu. Csak azért néztem, mert múltkor ebből belebakisztam, de most nem. Köszönöm szépen. Ja, Danubius Rádióban, a Jáksó Hát 20-nek elnevezett műsorban is lehet egy... Mit röhög? Ez tényleg igaz? Tényleg. Komolyan? Mi a Hát 20? Ja, azt hittem ilyen bújtatott reklám. Ne. Hogy a jövő héten nem jövök, mert beteg leszek. Azt is mondd be, mert nehogy aztán akkor a nézettség legyen, mint amikor... Nekem meg van egy új CD-m, majd azt is hallgassák, mert... Én meg búcsúzom, köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra!